Bodrogi Gyula rendezésében mutatták be a Pelikán teremben Michael Stuart darabját Szeretem a feleségem címmel. A főszerepben négy fiatal tehetséges színészt ismerhetünk meg. Brunner Mártát, Váradi Eszter Sárát, Kárpáti Norbertet és a társasághoz nemrég szerződött Keller Jánost. Azt mondod? Nézd, Cleo! Én rettenetesen szeretlek, de néha az az érzésem, hogy unatkozol velem az ágyba. Érted? Rákened az egészet, mint hogyha ő unná a dolgot. Aztán azt mondja, mi lenne, ha ezentúl hárosban csinálnál? Két házas pár különös dologra szállja el magát. Elhatározzák, hogy szenteste együtt ünnepelnek. Ebben még nincs is semmi különös. A furcsa csak az, hogy nem a fehér asztal mellett köszöntik a karácsonyt, hanem tollasbába mennek, méghozzá négyesben. Nézd, Cleo! Én rettenetesen szeretlek, de az az érzésem, hogy néha rémségesen unatkozom veled az ágyban. Tessék? Akarom mondani, hogy te rémségesen unatkozol veled. Édesem, honnan veszed ezt? Onnan, hogy mindig csak kettesben vagyunk, és soha senki mással. Ez egy önző álláspont. Mondjuk az ember külön-külön ismeri a színdarabokat, és külön-külön ismeri a társulatokat, vagy társulatot. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy hú, itt van nekem ez a két fiú, két lány, ez nagyon... Hát hiszen ott van egy olyan darab, amelyik két fiú, két... És akkor még kell hozzá még két, egy kis zeneka. És akkor összeáll a kép, összeáll az a helyzet, hogy ez nekik pontosan való. Most akkor az ilyen véletlenek, hogy mert gondolom ez véletlen, mert én nem tudtam például, hogy ezek a hangszínek így passzolnak egymáshoz. Ma ugye a külsejüket azt látja az ember, de azt ugye a hangszíne, hogy a színészi felfogása, a színészi egyénisége milyen, az mindig később derül ki, mikor ilyen ismeretlenül találkozik az ember a színészekkel. És az nagy ritkaság, hogy ilyen. Majd a közönség is észre fogja venni, hogy olyan, mint évtizedek óta együtt énekelnének, együtt táncolnak. Csibasz meg! Mit iszunk? Mi ez az ócska piros rajtad? Azonnal vedd le! Ne vesz! A kék az eszéled, úgyhogy szerintem vegyél fel egy farmert! Tudod mit? A drop az igazi színed, úgyhogy vedd fel az irhabundádat! Oli, fantasztikusan csinos a feleséged. Szerintem borzalmas. Köszönöm, Oli. Legalább rád számíthat az ember. Bodrogi Gyula a kacagtató műfajban szerzett, több évtizedes tudományát veti latba, hogy mosolyokat varázsoljon a fehérvári arcokra. A siker érdekében még egy fehér nemű boltba is ellátogatott a színésznőkkel. Lányoknak a hálóinget, tehát amikor az ágyba ugye félig meddig mesztelenül vannak, hogy akkor miben legyenek. Ugye ezt nem lehet rábízni a színésznek, nem lehet rábízni a díszletterve. Hát valakinek felelősséget kell vállalni, és ezt én nagyon szívesen vállaltam. Én választottam ki a fehér neműiket, hogy az is passzoljon egymáshoz és az egyéniségükhöz. Csak az volt a szenzáció, hogy bementem egy női üzletbe, és különböző női bugyikat és melltartókat akartam válogatni, mert lányok később érkeztek be, és ott az eladók nem tudták, hogy most hirtelen viccelek, ugratövőket, vagy megbolondultam, vagy mi. Aztán, amikor már bejöttek a színésznők, akkor már tudták, hogy miről van szó. Mónika, emlékszel arra a filmre, amit tavaly nyáron láttunk? A két svéd fiúról, meg a két svéd lányról? Emlékszel? Na, azt mondtad, hogy mennyire szeretnéd kipróbálni, és hogy mennyire tetszett neked. Hát ma este kipróbáljuk, négyen itt maradunk, és szerelmeskedünk. Mónika, mit csinálsz? Az édesanyámmal töltöm a karácsonyt. Mónika, ezt nem teheted. Azt fogják mondani, hogy pülyk vagy. Meg hogy 30 évvel elmaradtál a koroktól, meg... Mi lesz a pulykával? Akarod, hogy megmondjam? Ajánld fel helyettem Olvinnak! Ez az utolsó szabad? Nem. Te egy undorító, késő vár, szatír vagy. Boldog karácsony! Nektek is! Végül sokat sejtettően Bodrogi azt is elárulta, hogy szívesen visszajönne Fehérvárra, nem csak rendezni, de játszani is. Elkezdődött ez a kapcsolat, hát remélem, hogy ez folytatódik is, és
Na, én nagyon szeretem Fejében, sokat játszottunk, mi játszottuk ki ott a Mona Marit, itt mutattuk be még régen, azt minden darabot eljátszottunk itt, még a József Attilás koromba. Nagyon jó kapcsolatban, és én szerettem is Fehérvárt. Evés előtt, vagy evés után akarjátok csinálni? Mit szólnátok hozzá, ha a leves és a hús között csinálnánk? Hogy kezdjük egyből? Aztán a darab végére a matematika tudománya csődöt mond, mert mint kiderül, 2x2 csak néha 4. A lázadó férjek ugyanis rájönnek, hogy mégiscsak a hitvesük az igazi. Kezdek feloldódni. Ma! A tícsemi semmi rendkívüli. Egész országet csinálja. Nem ilyen az újságokhoz. Kinyitod. Ott vannak az apró hirdetések. Házaspár, keres házaspárt. Nagy ügy. Én is feleség,